Két felvonásban ülésezett ma a kormány, pontosabban ülésezzik, mert a négy órakor felfüggesztett ülés a híradunk után fél tól folytatódik. Ludovik Orbán miniszterelnök ambíciós napi rendről beszélt, és a költségvetési törvény elfogadásának szükségességéről az év végéig megkezdik a parlament előtti felelősségvállalás procedúráját jelentette be Ludovik Orbán miniszterelnök három olyan jogszabály esetében, amelyek nem tűrnek halasztást. Az egyik a bírók és ügyészek idő előtti nyugdíjazását, a gyakornoki idő megnövelését és a három tagú bírói testületek felállítását előíró jogszabály érvénybelépésének elhalasztása. Ellenkező esetben ugyanis a kormány szerint januártól megbénul az igazságszolgáltatás. A másik a költségvetési felső határ meghatározása, ami elengedhetetlen a költségvetés elfogadása előtt, míg a harmadik a települések közötti személyszállítást szabályozó 51-es rendelet módosítása, hogy mindenhol biztosítva legyenek például a tanulók iskolába járásának feltételei. Arról is beszélt, hogy hamarosan a 114-es rendelet, ahogyan fogalmazott kriminális előírásainak módosítására is felelősséget vállalnak. Ezen túl pedig minden minisztert arra ösztökélt, hogy működjenek együtt a pénzügyminisztériummal, hogy az év végéig elkészüljön a költségvetés. A költségvetési felső határtörvényének elfogadása után minél gyorsabban véglegesítenünk kell az állami és társadalombiztosítási költségvetések törvényeinek tervezeteit, és a pénzügyminisztériumban már dolgoznak ezen. Amint mondtam, az a célunk, hogy végéig elfogadjuk a romániai társadalom számára annyira fontos két törvényt. A késő estében nyúló kormányülés végén vélhetően új prefektusokat is kinevez a kormány. Egyelőre nem világos, hogy minden szociáldemokrata prefektust leváltanak-e most, vagy csak néhány új kormány biztos veheti át a hivatalát.